Köszöntöm nézőinket, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai Telene magazinunkban. Államalapító Szent István királyról és tanításairól emlékeztek meg tornán. Művészetterápiás képzéssel fejlesztik a gyermekeket. Egy hetes zenei mesterkurzus tornán. Már javában készülnek a szeptemberben kezdődő megyei bajnokságra a Tolnai Kézilabda Klub játékosai. Augusztus 20-án Szent István királyról és a magyar állam megalakulásáról emlékeztek meg Tolnán. A már hagyományosnak számító felvonulással kezdődött az ünnepség, ami a Nagy Boldogasszony templomig menetelt. A Szent Misét követően megtörtént az új búzából sütött kenyerek felszentelése, melyekből a megjelent hívők falatozhattak némi bortársaságában. Tolna belvárosában vonultak végig az augusztus 20-ai ünnepségen résztvevők, célállomásuk pedig a Szent Mise helyszíne volt. A megemlékezésen Appelszoffer Ágnes, Tolna polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindennyiunk életében igen fontos esemény születésünk pillanata. Ez a kezdet, amely meghatározza, hogyan is indulunk el az élet útján. Nincs ez másképp az államok életében sem. A magyarság történelmében az államalapítás az egyik legfontosabb esemény és sorsfordító időszak volt. A fennmaradásunkat garantáló lépés. Az addig vándorló életmódot élő őseink életében nagy megrázkódtatást jelentett. A kor magyarjainak fel kellett adniuk szokásaik egy részét, eredeti vallásukat és életmódjukat. Át kellett venniük egy új szokásrendet és egy új vallást, a kereszténységet. Szent István annak idején a keresztény hit alapjaira építve tudott stabil viszonyokat teremteni. Egy erős, nyugati, keresztény államot alapított. Döntéseivel végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Vitathatatlan, hogy jó döntés volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy mi még ma is egységes nemzetállamként itt vagyunk, Európa szívében. Első szent királyunk hosszú távra biztosította államunk függetlenségét. Az általa lerakott szilárd alapok még a zivataros századainkban, az idegen uralma kilátástalannak tűnő helyzeteiben is képesek voltak megőrizni a magyarok szabadságvágyát, törekvésünket az önrendelkezésre, a függetlenségre. Azok az alappillérek, amiket Szent István király az államalapításkor lefektetett, a mai napig fontos értéket képviselnek a magyar emberek szemében. Szent István annak idején Európát választotta, az értékek Európáját. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, és elfogadtatta azt népével. Visszapörgetve történelmünk kerekeit, jól látható, hogy az elmúlt több mint egy évezred már számtalanszor bebizonyította, hogy a magyarság csak akkor lehet sikeres, ha országunk keresztény, és e hit által egységes. Ha szétnézünk a nagyvilágban, jól látható, a rosszul értelmezett, szinte korlátlan személyes szabadság, a szolidaritást, közösséget nem ismerő individualizmus, szellemi, erkölcsi gyökerek megtagadása, a nemzeti önfeladás káosza kiszolgáltatottsághoz vezet. Nekünk, akik a keresztény hitre támaszkodva a rendet, a biztonságot és a nyugalmat helyezzük a középpontba, nincs más dolgunk, mint Szent István egekben nyúló kőszikláit követve tovább menni az úton, még akkor is, ha ezért támadnak bennünket, ha maradinak tartanak. Nekünk nem szabad letérnünk a kijelölt útról, nem szabad elvágni keresztény gyökereinket, meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget. Csak így tudunk olyan országot, olyan várost építeni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki biztonságos otthonra lelhet. Az összetartozás ereje egy olyan értéket képvisel, ami a határon túli magyarokat is megérinti, ha az államalapítás ünnepéről van szó. A kenyérszentelés momentuma szintén egy fontos pillanat a hívő emberek számára. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereled, és adjon te néked új életet, a mennyei kenyér, ami Urunk Jézus Krisztus által, és áldja meg a mindennapi kenyeret, ami megtart bennünket az ő örök jósága és szeretete által. A szertartást követően a Passover ágnás felszelte a megszentelt kenyeret, a misén jelenlévők pedig kedvükre falatozhattak belőle a templom kertjében. A művészetterápiás programnak köszönhetően a Tolnai Zöldkert óvodába járó gyermekek hatalmas előnyben vannak kortársaikkal szemben. A foglalkozásoknak köszönhetően önkifejezési és önmegvalósítási technikákat is gyakorolhatnak, amik a későbbi életük során nagy segítséget nyújthatnak mások elfogadásában, vagy egy közösségbe való beilleszkedés során. Mindig kritikus időszak a szülők számára az óvodába szoktatás folyamata. A művészet terápiának köszönhetően azonban a gyerekek játszva tanulhatják meg későbbi életükben fontos dolgokat, és emellett szárnyalhat kreativitásuk is. A Mezsi Zöldkert óvodában dolgozom, immár 32 éve. Ez egy kétcsoportos német nemzetiségi óvoda, tehát ez a jellemző profilja az óvodának. Körülbelül 50 gyerek jár évente ide, vegyes korcsoportban, két vegyes korosztályú csoportban. És hogy jött ide a művészetterápia? 2021-ben végeztem egy művészetterapeuta képzést, és ez annyira megtetszett nekem ez a módszer, hogy ebből írtam a mesterprogramomat, a művészetterápia alkalmazása az óvodában, ami két területen valósul meg. Az egyik terület az óvónőknek egy munkaközösségben való csoportosítása, és ott nekik egy művészetterápiás program kidolgozása, a másik terület pedig a nagycsoportos gyerekeknek a művészetterápiás fejlesztése, ez pedig az iskola előkészítésen belül valósul meg. A fejlesztés keretein belül a gyerekek különböző technikák segítségével fejezhetik ki érzéseiket, vagy adhatnak hangot aktuális érzelmi állapotukról. Tulajdonképpen a módszer neve, amit dr. Antafai Márta dolgozott ki, a katarzis komplex művészetterápia, ez azt jelenti, hogy egy ilyen katartikus, egy erős érzelmi töltést próbálunk mesterségesen előidézni a foglalkozás során, amivel aztán előjönnek a komplexusok, a feldolgozatlan konfliktusok, amik egy alkotási folyamatban szimbolikus formában feldolgozásra kerülnek, és így hát végül is ez maga a művészetterápia. Tehát egy terápiás folyamat a művészetek segítségével. Tulajdonképpen a több művészeti ágat is bevonunk be, a legfőbb az ábrázolás, különböző változatos technikákkal, de a vers és a zene, komoly zene ereje is hozzásegít, tehát azokat is bemondjuk, és így történik tulajdonképpen egy terápiás folyamat. Ennek nagyon sok pozitív személyiségre gyakorolt hatása van. Ha általánosságban nézzük, akkor ez egy önismereti munka is, egészségvédelem, egészségmegőrzés, és a külső és a belső egyensúlyunknak a visszaállítását is szolgálja. Ha ezt most óvodáskorú gyermekek szempontjából figyeljük meg, akkor pedig az ábrázolási technikák nyilván az alapkészségeket fejlesztik, mint a finom motorika, grafomotorika, szemkész koordináció, kreativitás, fantázia, de a művészetterápia még hozzátesz nagyon sok olyan dolgot, amire szüksége van a gyereknek ahhoz, hogy például az iskolában megállja a helyét, például az alkalmazkodás, egymásra figyelés, tolerancia, elfogadása, a más véleménynek az elfogadása, tehát egy nagyon komplex dolog, ami
ami azt szolgálja, hogy a gyermek az iskolában nem csak a fizikai és a szociális téren és kognitív téren legyen iskolai élet, hanem pszichés szempontból is. A művészet terápiában résztvevő gyerekek sokkal hamarabb illeszkednek be a közösségekbe, és könnyebben birkóznak meg az előttük álló akadályokkal is. Élmény, gondolat megjelent most neki a folyamatban, azt próbálja különböző technikákkal ábrázolni, de nem kell szépet rajzolni, hanem csak ami az érzelmei, vagy a keze, amit létrehoz. És ez nagyon fontos része ennek a módszernek, hogy nem kell hozzá rajztudás, meg rajztehetség, hanem, és nem is ez a lényege, hanem csak az, hogy kiadjuk magunkból, amit érzünk és gondolunk. Az alkotó rész után mindenki megnézi a másik szerzeményét, és elmondja, hogy mi jut eszébe a műről. Ilyenkor csak a munkát szabad jellemezni, a készítőjét soha. A végén pedig, amikor megnéztük az alkotásokat, akkor pedig mindenki elmondja, hogy érezte magát, milyen emlékek, gondolatok jutottak eszébe, és azt még elfejtettem mondani, hogy nagyon fontos ez a verbális fejlesztés része is, hogy beszélünk a gyerekekkel az érzelmeinkről, és megtanulják az érzelmeiket kifejezni, és nagyon fontos pont ezért, hogy egy kis csoportos foglalkozás, tehát maximum 8 gyerekkel, és egy ilyen teljes nyugodt környezetben történik. A művészetterápia minden korosztálynak pozitív dolgokat adhat az önmegismerés útján, a lelki problémák és a konfliktusok feldolgozásában. Most rövid reklám következik, majd a zeneiskolába látogatunk, ahol ismét megrendezték a már hagyományos nyárzáró tábort. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Egy hetes mesterkurzust szervezett a Tolnai Fusz János Zeneiskola a fiatal tehetségeknek. A programra, amit immár 7. alkalommal szerveztek meg, Szegedről érkeztek oktatók. Az intézmény igazgatója szerint a növendékek ez idő alatt feltöltődhetnek, és új lendülettel indulhatnak a tanévnek. Ez
Egészen Szegedről érkeztek oktatók, hogy a Fusz János Zeneiskola fiatal tehetségeit tanítsák egy hétig. A mesterkurzust nem először szervezték meg az intézményben. Ez egy mesterkurzus, ami a mai naptól kezdve péntekig tart. Két zongoratanár Szegedről érkezett, illetve egy fuvolatanár, valamint egy furuja és klarinét szakos tanár érkezett. A héten tanítják a gyerekeket, valamint a pénteki nap folyamán pedig egy zárókoncerttel fejezzük be. Ez már a hetedik alkalom, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk ettől, és annak is, hogy a pandémia sem szólt közbe, úgyhogy ezt idén is meg tudtuk rendezni, most már harmadik alkalommal így augusztus végén. Dr. Zsigmondné dr. Papéva, az egyik zongoratanárnő, valamint dr. Zsigmond Zoltán, ő a másik zongoratanárunk, dr. Szabó Norbert, ő tanítja a fuvolát, valamint Pólyák Éva pedig a szakgimnáziumnak a furuja és klarinét szakos tanára. Természetesen tehetséggondozásban részesítjük őket, így inkább azokat a gyermekeket szoktuk beválasztani, akik vagy zenei pálya előtt állnak, vagy egy kicsit a magasabb szinten űzik a hangszeren való tanulást, de általában hát inkább ilyen 12 év fölött szoktuk inkább. Hetedik évet ér vissza a házaspár, a zongora házaspár, Zoli és az Évi. A Norbi most azt hiszem negyedik alkalommal, és az Éva pedig az első alkalommal van nálunk. Tehát a furujás és klarinétos növendékek most mutathatják meg magukat első ízben. És akkor én azt mondanám, hogy egy töltet feltöltődnek, lendület, könnyebben kezdik el talán az évet, sőt, akár a pályaorientáció felé is adhat egyfajta löketet nekik. Szerintem egy nagyon jó kezdése a tanévnek. Az igazgató azt mondja, nincs kizárva, hogy egy diák akár több alkalommal is részt vegyen a kurzuson. Vannak, akik már hetedik alkalommal csatlakoznak. Sőt, a Norbinán, a fuvolatanánál 4 éve visszatérő növendékek vannak, van, aki most van először, valaki másodszor, harmadszor, de van, aki hetedik alkalommal már itt van. Most volt egy kis megnyitó koncert, és az óra beosztás után elkezdik a tanítást, és minden nap reggeltől délutánig tanítanak, beosztják a gyerekeket a mai nap folyamán, és ez minden nap ugyanabban az időpontban tanítják őket. Ezek nyílt órák, tehát a szülő is bemehet, akár mi kollégák is hospitálhatunk, tehát mi is feltöltöthetünk, kaphatunk új inspirációt, tehát teljesen nyílt, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon érdekes szerintem, hisz a szomszédvárosból, környezővárosból érkező kollégák is másfajta módszertani technikákkal találkozhatnak, tehát feltöltődés nekünk is. Kezdődik a tanév, igen, és hát nem lesz egyszerű, mert egyelőre még nincsen zongoratanárunk, úgyhogy ez még megoldásra vár. Juhász Dorina Szegeden folytatja Dr. Zsigmond Zoltánnál a pályafutását, úgyhogy őtől elköszöntünk, így a helyére kellene keresnünk zongoratanárt, úgyhogy most ez még egy nagy feladat, hogy megoldjuk ezt a problémát. Lesz egy Brass Vegas fuvolzenekari fesztivál most szeptember elején, az egy két-háromnapos fesztivál, ahova szeretettel várjuk természetesen a vendégeket, a nézőket. Hangszerbemutatóval indítanánk, meg egy kis pótbeiratkozásra, hogy el tudjuk kezdeni az évet, és még egy kicsit még fokozni a kedvet a gyerekeknek. Már javában készülnek a szeptemberben kezdődő megyei bajnokságra a Tolnai Kézilabdaklub játékosai. Nem lesz könnyű szezonja a csapatnak, a tagok egy része ugyanis nem régen érkezett,
így még nem csiszolódtak össze. Eközben pedig az utánpótlás képzés is jó úton halad a városban. Nincsenek könnyű helyzetben manapság a kézilabda szerelmesei Tolnán. A korábban sikeresebb szezonokat megért felnőtt csapat most a megyei bajnokságban játszik, csak úgy, mint az IFIK. Az ifjúsági csapatunk az elég sok játékos játszik, tehát ők 16-18-as kerettel vagyunk, úgyhogy ő náluk nagyon jó, és akkor van egy kis törés ezután, mert utánpótlásba, gyerekbajnokságba utánpótlás 12-es csapatot tudunk indítani, és 9-es és 8-as csapatokat. Örvendetes az, hogy a kisebb gyerekek, tehát a 8-9-es korosztályba elég sok kislány jön, és megnézi és megszereti ezt a sportot. Vannak óvodás kislányaink is, nem is kevés. Vagyis jelenleg az alulról építkezés zajlik a Tolna KC-nél. Ennek szellemében rendeztek nyári tábort a kicsiknek augusztusban a klub vezetői, ahol a gyerekek még főleg játékos formában ismerkedhettek meg ezzel a sportággal. Én nagyon bízom benne, mert tavaly is így indultunk neki, és közben évközben tudtunk még indítani U10-es csapatot, meg U11-eset, mert ugye a gyerekbajnokságban lehet januárban is bekapcsolódni, mert nem kimondottan pontozzák a gyerekbajnokságban a szivacs kézilabdát, hanem inkább itt az a lényeg, hogy csak játszanak a gyerekek. A kézilabda azon sportok közé tartozik, amivel akár már óvodáskorban érdemes megismerkedni egy kis gyereknek, akkor ugyan még csak játékos formában nevelik a piciket. Az óvodásoknál csak mozgáskoordináció, labda szeretet, a labda éjség, hogy szeressen labdával játszani. Tehát kimondottan ilyen játékos foglalkozások vannak. Csak ugye elnevezzük, hogy kézilabdához kötjük, de nem kézilabda, hanem minden más játékos megoldás, és igazándiból első osztályba kezdik tanulni azt, ugye, hogy hármat lépsz, és úgy dobod a labdát, meg a többi, tehát ami olyan alapvető, ami kell ahhoz, hogy márciusban, amikor a 8-as korosztályt elindítjuk versenyen, akkor azért tudja már, hogy nagyjából ez a pálya széle, tehát addig azért ezeket a dolgokat megtanulják. Az óvodáskorban viszont a labda biztonság is még már azért lehet mondani, mert ugye azért ott nagyobb labdákkal sokkal könnyebb először megtanulni, és úgy megyünk a kisebb felé, hogy hát és ők 3 éves koruktól elkezdtek kézilabdázni, és hát sajnos és örömteli, tehát az szemünk nevet, a másik sír, mert ők most elmentek tavaly volt az utolsó évad, hogy itt voltak, ők 2010-ben születtek, tehát 12 évesek, és elmentek Dunaújvárosba kézilabdázni. Az utánpótlás képzés tehát jó úton haladt Tolnán, eközben pedig az ifi csapat is készül a szeptemberben kezdődő megyei bajnokságra. Az U19-es korosztályról beszélünk, heti 2 edzéssel alapozás szinten, most fogjuk már a héten elkezdeni jobban a labdás edzéseket, szeptember 10-től van hivatalosan a bajnoki szezon, folynak az egyeztetések a pontos időpontokról, de valószínű itthon kezdünk hazai pályán rögtön az első mérkőzést. Teljesen új nekem a garnitúra, mert én 4 éve voltam velük utoljára, és akkor még serdülők voltak, azóta azért ugye ők is változtak, fejlődtek, erősödtek, és még tanuljuk egymásnak, hogy ki mit tud egyelőre. Milyen eredmény jelenétek el ígérettek az idei szezonban? Hát jelenleg 12 csapat nevezett be a bajnokságba. Lesz egy hosszabb szünet az őszben, egy hónapos szünet, október közepétől november közepéig. Én úgy gondolom, az addig lejátszott 4 meccsen még puhatalózunk, hogy mit tudunk, és igazából én úgy gondolom, nekünk utána fog kezdődni a bajnoki szezonnak az a része, hogy már lesz a közös munkának eredménye. Mivel teljesen ismeretlen a mezőny számunkra, a helyezésben nem tudok gondolkodni. Mindenképpen azt szeretném, hogy amit gyakorolunk, végigcsinálunk edzéseken, az minél többször jöjjön elő a mérkőzéseken is. Tolnán tehát az ifi kézilabdás lányok már az ősszel induló szezonra készülnek, eközben pedig az utánpótlás nevelés is jó úton halad a városban.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!